Poroshenko búcsú ajándéka. Így nevezik Ukrajnában a most elfogadott nyelvtörvényt, mely amellett, hogy jogszabályi szintre emeli a totális ukránosítást, még Volodymyr Zelenszkij megválasztott elnök mozgásterét is szűkíti egybehangzó kievi vélemények szerint ugyanis ez nem más, mint olyan politikai manőver, melynek következtében már Zelenszky fog negatív visszajelzéseket kapni az Európai Bizottságtól, az Európai Parlamenttől, de Magyarországgal és Romániával is elmérgesedhet Ukrajna viszonya. A jogszabály elfogadása után viszont Zelenszky azonnal bejelentette, hogy beiktatását követően felül fogja vizsgálni a törvényt, hogy az valóban megfelele minden állampolgár érdekének. Szerinte nem nem korbácsolással kell megszerettetni egy nyelvet az emberekkel. Egy teljesen más politikai kontextusban került ennek a az elfogadására Sajnálatos módon Volodymyr Zelenszky új ukrán elnök kívülről és a kijevi parlament részéről is destabilizációs kísérletekkel kell, hogy szembesüljön. Erről beszélt Németh Zsolt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, a Hogyan tovább Ukrajna című konferencián Budapesten. A politikus hozzátette, hogy Magyarország számára elfogadhatatlan az új nyelvtörvény. Sajnálatos módon az új ukrán elnök kívülről is folyamatosan destabilizációs törekvésekkel kell szembesüljön, és most úgy tűnik, hogy a parlament részéről is felszólítjuk Ukrajna még fungáló régi elnökét, hogy ne írja alá ezt az elfogadhatatlan nyelvtörvényt és hogy forduljon a Velencei Bizottsághoz, mint ahogy egyébként erre vonatkozóan számos ukrán vezető ígéretet tett. A kerpátaljai magyarság a nyelvtörvény elfogadása után is tovább fogja védeni nyelvi jogait, mondta Brenzovics László, a KMK elnöke a konferencián. A politikus szerint felfoghatatlan az, hogy egy ilyen nagy arányú győzelem után, mint amit Volodymyr Zelenszky jaratott az elnökválasztásokon, a még regnáló hatalom ilyen jogszabályokat fogad el a megválasztott elnök az Zelenszkét két ezzel ebben rendkívül nehéz helyzetbe. Bizakodjunk abban, hogy a következő választások, a parlamenti választásokon a parlament összetétele meg fog változni, és egy kiegyensúlyozottabb a kisebbségi jogokat és figyelembe vévő nyelvtörvény születik majd. Kurt Volker az Egyesült Államok ukrajnai külön arról beszélt, az USA méltányolja, hogy Magyarországnak fontos az ukrajnai magyarok védelme, ebben támogatják is Magyarországot, de ezt a vitát nem kellene bevinni a nato mert az másról szól. Volker reméli, hogy az új ukrán elnök megválasztásával sikerül új fejezetet nyitni ebben az ügyben. Nem akarjuk bántani országot a országon, de keresett fontosak. Nem akarjuk azt, hogy a nemzetéki kisebbséget saját nyelven is tudnak veszni, meg az oktatása lehessen abban a, 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 a nyelven is. Ugyanakkor ez normális, hogy egy ország... Azt akarja, hogy a lakosságot szintén nemzeti nyelvet is beszéljenek. Az ukrán, mint államnyelv funkcionálásának biztosításáról szóló törvény jelentősen szűkíti a kisebbségek nyelvhasználati jogait, ugyanis a magánbeszélgetéseket és a vallási szertartásokat kivéve gyakorlatilag minden téren kötelezővé teszi az ukrán nyelvhasználatát, a szabályok megsértéséért pedig jogi felelősségre vonást helyez kilátásba. Petro Poroshenko még hivatalban lévő elnök korábban jelezte, hogy elfogadása után kész ellátni kézjegyével a jogszabályt. falugyűlés tartottak Nagy Muzsajban május 3-án. Az esemény apropója az volt, hogy a több évtizede felhalmozott meddőhányókat egy amerikai vállalat feldolgozná, és abból minden fémet, beleértve a nehéz fémeket és a fennmaradt aranyat is kivonná, majd azokat egy belgiumi telephelyükre szállítaná, ahol megtörténne a fémek külön választása. Az Avalon Gold képviselői elmondása szerint a fémek kinyerését hatalmas centrifugák és víz használatával érnék el. A falu gyűlés nem volt mentes a túlfűtött indulatoktól, hiszen a falu lakossága már többször szembesült jónak tűnő megoldásokkal, amelyek később továbbrontották a helyzetet. Így az előzetes dokumentációkat kérték a cég képviselőitől, és újbóli gyűlés összehívását kérték, ahol érdemben dönthetnének a továbbiakról. A cég azt ajánlja, hogy ezeket a meddőkhányókat, akik még a hátam mögött vannak, hogy át fel fogják dolgozni. Hogy lássák, hogy jól megfigyeljük, se fű, se fa nem nő benne. És az a vedőhányó, hát gondolom olyan 40 éve, 40 és még több itt vannak. És az ez, ez, rengeteg nehéz fém, a szél, a, a hó, az eső, az mossa lefelé, folyik lefele mind a falura. De nem tudom, minek, minek van ellenzik néhányan ezt, ezt az eltakarítást. Mindenki fog, sokan foglalkoznak turizmussal, honott még a hegylábánál is vannak, akik foglalkoznak turizmussal, folyik lefele ez a méreg. Ezt el kell takarítani. A cég azt ajánlja, hogy átdolgozzák, kiszedik belőle koncentrálva a nehézfémet, külön elviszik Belgiumba, ott külön fogják szedni, ami marad itt, csak föld és homok. A homokot fel lehet használni építésre vagy útfeltöltésre, bármire. A, a föld, meg e ezeket a helyeket, ami amiről letakarítsák ezt a meddőhányót, beterítik, és szépen be lehet lesz vetni fümaggal. Biztos voltak fent ott, láttak egy medencét, hát azt a medencét meg nyugodtan meg lehet lesz hagyni, tényleg, ahogy mondták, még halat is tenyészteni benne. A Kárpátai csapról származó szerző Magyar Árpád István 1970 óta el Kijevben. A könyv összeállítására az sarkalta, hogy a Magyarországon és az Ukrajnában élők igen keveset tudnak egymás történelméről. Torsz képek élnek ezáltal a két népben egymásról. Kötete bevezetőjében azt írja, hogy a könyv a két nép történelmének átfonódásaira igyekszik rávilágítani, valamint olyan tényeket, eseményeket a nyilvánosság elé tárni, amelyeket az előző ami rendszerben eltitkoltak. Magyar Árpád István hosszú éveken át volt a kijevi barlangkolostor a Pecserszkaja Lavra Aranykincsek Múzeumának főrestaurátora. Annak idején, amikor én itt szolgáltam, mint katona, egy nagyon érdekes ilyen pszichofizikai, illetve pszichofiziológiai tényezővel találtam magam szembe, mintha úgy éreztem volna, hogy én itt már jártam volna, vagy olyan környezetbe vagyok, ahol a magyarság jelenléte érezhető volt, de ez tudatalatti szinte. Na és évek során természetesen az az adaptáció, ami mondjuk a művészeti foglalkozásom, illetve a tanulmányaim a tolmácsperiódusom, amikor bedolgoztam a miniszterkabinetnél, amikor bedolgoztam a központi bizottságnál, különböző delegációkkal. Számtalan olyan érdekes esettel találtam magam szembe, mint például a Vladimirskaya Gorkán, vagyis a Vladimírskaja Dombon. Uh, amikor Szabol Szatmár megyéből érkezett egy uh, uh, munkás csoport, akkor a Drúsban nevezetű vonatokkal, és hát ott nyomtam a szöveget, uh, a Lenni Kovács műhely, a Csepeli portál, ott a Nyepperen, mert pont a Nyepperre történt a, a, a kilátás. És uh, uh, egy charter csoport, csoporttal ö, volt ez a ö, delegáció egybekötve, és a charter csoportból ö, ott egy ö, idősebb ö, úriember így a vállamra tette a kezét, és azt mondta nekem, hogy te Árpád, azt mondja, nem kell ebből a hangzatos beszédből ö, semmi. Azt mondja, látod ott a ö, Darnyica környékén, ott a, a kékes ilyen ö, ö, távolba ö, azt a, az erdőt, ö, mondom, hát hogy ne? Hát azt mondja, hát, ö, mi ott voltunk, azt mondja, 5 évig, azt mondja, a táborba, ö, 43 után, és hát ott építettük a szocializmus, a kommunizmus fényes jövőjét. Úgyhogy ne beszélj azt, inkább álljunk ö, csendesen, ö, és ne zavarja azt mondja ö, a visszaemlékezésünkből. Hát persze, hogy ö, ez ö, felcsigázott engem ö, annyiba, hogy ö, én ö, megkérdeztem tőle, hát bemutatkoztam neki már olyan formában, hogy ő is. Hát kiderült, hogy Árvai József, debreceni orvosprofesszor, aki a ginekológiába utazott, és ők akkor Odesszába mentek, Odesszán keresztül egy ilyen földközi-tengeri túra volt, és hát persze, hogy a csoportnak ez a tehetősebb tagjai voltak, mert hát az orvosok, a mérnökök, meg még mások ne maguknak azokban az időkben, hogy így utazzanak. És mondták is, hogy mikor jönnek vissza. És este a vacsoránál Árvai professzor, ő megkért engem, hogy nem-e -e -e, nem tudnék-e felkeresni Kijevbe egy, egy embert. Ez bakse professzorról, aki úgy szintén ebbe a témába utazott, ő is ginekológus professzor volt, és neki nagyon jó kollégá és ismerőse volt. Na és hát persze ők elmentek erre a túrára, durván egy tíz nap múlva jöttek vissza, én Bakselyvet megtaláltam, és akkor bejelentkeztem nála, és mondom neki, hogy mondom Árvai professzortól az üdvözletét küldi meg mi egymás. Hó, de megörült neki azt mondja, mi? Hát mondom, hát most kell, hogy visszajöjjenek. Azt mondja, okvetlenül idatta a telefonját, hogy szervezem meg a találkozót. Hát meg is szerveztem a találkozót. Na és persze egy kiadós vacsora után én tolmácsoltam, ott szépen elbeszélgettek, és a, 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 a Árvai professzor elmesélte a, 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 a kievi kalandjait, már úgy értem így e, akkor, amikor e, ő lágerbe volt, és hát e, szabályszerűen ledöbbentem attól az információtól, amit, amit kaptam. Na és e, e, tulajdonképpen ez a e, Periódus, ez körülbelül 1973 végén, illetve 74 elején lehetett. Ez a periódus számítható annak, hogy én elkezdtem a kievi magyarsággal komolyabban foglalkozni. Már milyen értelemben? Az, hogy megpróbáltam felkeresni azokat az embereket, akikről hallottam, hogy ők beszéltek a magyarokról, akik itt voltak, mint katonák, akik itt voltak, mint hadifoglyok, akik... Na és a lényeg az, hogy a magyar hadifoglyokkal, illetve a magyar magyarsággal kapcsolatos kutatásnak ez volt a, a, az alapja, illetve az összetevője. Na és akkor, amikor az Aranykincsek Múzeumába kerültem, mint főrestaurátor, akkor természetesen az ott lévő tárgyak, mint artefaktumok úgy szintén felcsigázták az érdeklődésemet, mivel hogy nagyon sok magyar vonatkozású motivumot találtam. Hát többek között szenzációs az a sapkadísz, amelyen ábrázolva van az aranyszarvas legendája. Plusz a kievi kard, amelynek a markolata palmettás díszítésű ezüstborítás. borítás. Különböző fibulák, különböző kengyelvasak. 1984-ben aztán eljutott Budapestre a Nemzeti Múzeumba. Azt ajánlották neki, hogy keresse fel az ötvös restaurátorokat, ahol olyan precíziós szerszámokat vásárolhat, amilyenekre neki szüksége volt, de Kijevben nem lehetett beszerezni. Ott akkor Báti Géza, a restaurátorosztály vezetője, megismertette Fodor István főigazgatóval, akitől sok hasznos tanácsot kapott jövőbeli kutatásait illetően. Akkor én Fodor Pistának próbáltam a, a ezeket a dolgokat valahogy így előterjeszteni, meg mi egymásokat. Ő persze, ők magasabb régióba utaztak, és hát ez úgy volt, hogy én a Vezú lábánál álltam, ők meg az Olympuson ott voltak fönt, a Tolcskóval, és ő, nekik persze, hogy más volumenű érdeklődésük, illetve mélyebb tanulmányozások volt, de én azt vettem észre, hogy azok a történelmi anyagok, amit feldolgoztak, az, az a szakemberek számára eh, volt szuperanyag. De hát a közönség, az, eh, illetve a szélesebb a szocium, az, az nagyon keveset tudott így a magyarokról. Hát eh, ki amikor így felmérést végeztem, hogy ki volt Álmos vagy Árpád, a talvány fogalmuk se volt. Vagy hogy Anasztázia mondjuk a eh, András királynak volt a felesége, és meg mi egymás. De hát ez később tudatosult eh, bennem. És akkor, amikor mondjuk egy bizonyos Kálváriás utam, mert én is 93-tól elkezdtem folytatni a tudományos munkásságomat, munkásságomat a szinkutatás terén, akkor persze, hogy a figyelme átterülődött egy másik. És akkor, amikor keskenyérnővel megismerkedtem az akkori magyar mm -hmm. nagykövettel Kijevbe, Szóba került az, hogy hogy, hogy hogy, lehetne egy kicsit így a, az ukránoknak a magyarokat jobban bemutatni. Mert ő nagyon komoly ilyen kultúrtörténeti, illetve kulturális tevékenységbe kezdett ott az Operett keresztül, kiállítások, különböző zenei estek már ott kapcsán. És akkor mondtam neki, hát mondom, én nekem annyi anyag van a fejembe is, meg így mondom, hát össze lehetne dobni egy ilyen könyvet, ami a magyarok kijelve, és akkor így felvázoltam neki így a... Fő, de megtetszett neki az ötlet, de hát minek? Mert Keskeny Ernőnek az eredeti, kezdeti, ő történész. Ő nagyon jól ismerte Fodor Istvánt, és természetesen én a következő találkozóra úgy mentem be hozzá, hogy ott volt Vigyánszki István, a ukrán történész, aki a Magyarok Egyesületébe neki is ezt előterjesztettem, és nagyon tetszett az ötlet. És ott volt Irina Mátyás útszintén, szintén, aki a diplomáciai dolgok már úgy értem is történész. A diplomácii dolgokkal foglalkozik már történelmi témát illetően. És Keskeny ernőnek nagyon megtetszett a téma. Na, plusz Petneházi Gyuszinak mondtam, hogy a Magyarok Egyesület is beleszállhatna ebbe a témába, már az anyag biztosításba, és természetesen a másik nagy segítő, már úgy értem a követség részéről, Kollár János volt, az akkori vezető konzul, aki azt mondta, hogy a könyvnek a nyelvezetét ő tudná úgy magyarosítani, hogy a magyar olvasó számára ez elfogadható legyen, illetve az ukrán olvasó számára az ukrán nyelvűt én megtaláltam azokat az irodalmi szakértőket, akik mondjuk a magyar szövegetők normálisan tudták volna. Ukrán lefordítani, illetve szerkeszteni. Mert a fordítókat, én összeszedtem egy fordítói gárdát, akik utána elkezdték fordítani a szöveget, de itt jött a nagy meglepetés. A nagy ukrainizációba, hát másképpen nem nevezhetném, ők elfelejtettek egy nagyon egyszerű dolgot. Hogy nem csak az a beszéd, amit az emberek a konyhába folytatnak, vagy elénekelnek egy ukrán dalt, vagy elmennek vásárolni az élelmiszerűzletbe, vagy valami, az ukrán nyelv az tulajdonképpen a szótárakon kezdődik. Ami nem a, mondjuk az ukrán értelmező szótár vagy valami, hanem egy normális ukrán-magyar és magyar-ukrán szótáron, ami legalább olyan formátúba lett volna, mint a, a híres Hadrovics Gáldi féle orosz-magyar, meg magyar-orosz szótár. Ez katasztrófa volt azért, mert én amikor a irodalmi szerkesztőnek odaadtam a fordított anyagot, úgy vágták nekem vissza, és akkor én, én kétségbe voltam esve, hát, hát most akkor mit csináljak? Hát, nem fogom, illetve... Nekem nincs olyan ukrán irodalmi tudásom az, hogy én ezeket lefordítsam, meg még egymás. És akkor jött a, a, a kiút, hogy a magyar szöveget lefordítottuk oroszra, az orosz-ukránra, és ugyanúgy volt ez fordítva. Az ukrán jött oroszra, és az orosz magyarra. Úgyhogy ez a munka vette a legtöbb időt igénybe, ahhoz, hogy ezekkel a fordításokkal eh, rendezik a fordításokat. Egy ideig abba hagyta a történelmi vonatkozások keresését, mert egy másik tudományág a színkutatás felé fordult a figyelme, amelynek ma már az egyik legismertebb szakértője. Aztán néhány évvel ezelőtt Keskeny Ernő Magyarország akkori kijevi nagykövete javaslatára és Kollár János konzul segítségével elhatározta, hogy bele fog egy nagyobb terjedelmi munkába az ukrán főváros magyar vonatkozásainak összegyűjtésébe, és kötetté rendezésébe. Volt egy kiadvány, ami az ukrán-magyar kapcsolatokat illette. Én láttam, hogy abban normális anyag van, mert elsősorban a történészek, én olyan történészeket választottam, akik nem kabinet történészek. Akik, ahogy mondtam, volt archeológiai tapasztalatuk plusz. A számomra a legfontosabb az volt, hogy politikamentes legyen a kiadvány. Na most az egész könyvnek az alapja a mondákon alapult, vagyis mondjuk a magyar mondák, illetve Anonymusnak a, krónikája, illetve a Nestor krónikája. És ez rögtön megteremtette a könyvnek a konstrukcióját. Ebbe beépítődtek azok az adatbázisok, amit én Fodor Pistától kaptam, amit mondjuk, mint magyar szerző, Majorov az orosz szerző, Tolocskó az ukrán szerző. Plusz hozzájöttek azok a, az a, világon elismert történészek, mint a Szaharov, mint a Vernácki, akik tulajdonképpen azokat a úgy szintén krónikákat dolgozták fel, amiből én kiszedtem a magyar anyagokat. Hát többek között Grushevski, akinek én annak idején közreműködtem az ő ukrajna-rusz nevezető 12 kötetes ukrajna történelmi bemutató kiadványát. Én akkor a poligraf nyigának voltam a művészfelelőse, és ez abban az időbe történt, amikor még visszatekintettek a Szovjetunióra. Szóval ez a 90-es évek, már illetve 90-ben volt, és de én meg tudtam magyarázni a nagyokosoknak, hogy a történelem, illetve Gruszewski történelmétől nem lehet sehova elmenni, mert ez volt az alap. Ez egy klasszikus történelmi munka, amiben egy külön fejezet van, ami úgy szól, hogy a magyarokról. Progrív. És természetesen ez is belement a könyvbe. Na és hát továbbiakban. A történelmi folyamán én tudtam, hogy 1240 után, ahogy elfoglalták a tatárok Kievet, a tatármongol hódítás után, Ukrajnáról mind beszélni, illetve akkor még a kievi rusz volt. Na és hogy mi történt ebbe a periódusba, én nem akartam kiterjeszteni a történelmi tényeket egész Ukrajnára. Vagyis nem akartam átmenni Magyarországra, hanem csak az, ami Kievbe történt. És ezért is volt az, hogy ott a, a dinasztikus házasságok, hogy hogy történtek. Plusz a magyar olvasó számára azokat a. bemutattam Kievnek azokat a történelmi tényeit, illetve Kezdve az építészettől, a művészettől, mint a Szófia Székesegyház, a, a Kidlevói templom, a Spászana Beresztova templom, az Uspenszki Székesegyház, ahol úgy szintén magyar vonatkozások vannak, hát a, a Lavrába, a Kivépecsarói Lavrába van eltemetve Ugrim Mózes aki Boris és Glebnek a, a, a testőri, mert a, a magyarok, amikor itt voltak a 9. században, nagyon sokan beálltak testőrnek a, a kievi fedelmekhez, mert ez a világon elismert e, e, folyamat az, hogy e, mindig más nemzetből választanak testőrek, mert azok megbízhatóbbak, mint e, azokat nem lehet mondjuk lepénzelni, vagy összeesküvések, meg egymás, mert az a periódus, azért egy kicsikét a történelme ilyen kemény volt már, úgy értem, mozgalmas. A lehető legnagyobb objektivitással és toleranciával próbáltam eleget tenni annak a feladatnak, hogy az olvasók együttesen vizsgálják és értékeljék történelmi múltunk közös eseményeit. Az együttes vizsgálat és értékelés elengedhetetlen ahhoz, hogy ne csupán a múlt felhőtlen szakaszaira emlékezhessünk, de szembenézhessünk azokkal az eseményekkel is, amelyeknek nem azonos a megítélése népeink történelmi tudatában írta a kötet bevezetőjében a szerző. Méltán elmondható, hogy tényleg hiánypótló kiadványt vesz majd a kezébe az a szerencsés, aki hozzájut Magyar Árpád István Magyarok Kievben című összefoglaló munkájához.